előző két részben megvizsgáltuk azt, hogy a ja, teremtette, a mindenható teremtette az egész világot, az eget, földet és mindent, ami abban van. Hamarosan meg fogjuk nézni azt, hogy mit is tudhatunk meg a földről, az égről, illetve a vizekről, és mindenről, ami ebben található, ebben a rendszerben, az írás alapján. Mielőtt azonban nekigezdenénk ennek, szerintem fontos az, hogy tisztázzuk azt, hogy Jahua az, aki az egészet ellenőrzése alatt tartja. Ő teremtette, ő az, aki az egész rendszert, amit mi világnak hívunk, ellenőrzése alatt tartja és irányítja. Ez az ő birodalma. És bár a technológia, illetve az úgynevezett tudomány néha elfeledteti az emberrel, illetve a legtöbb emberrel elfeledteti ezt a tényt. Attól még a tény tény marad, hogy az ember pusztán a teremtő terráriumában él, és az ő instrukciói vonatkoznak ránk is ugyanúgy, ahogy minden más élőlényre és élettelen dologra, ami ebben a rendszerben van. Szabad akaratot adott nekünk a többi élőlénytől eltérően, azonban ennek nem kellene, hogy megtévesszem minket, és az, hogy azt higgyük, hogy mi vagyunk azok, akik a szabályokat hozzuk, és mi vagyunk azok, akik kialakították ezt az egészet, akik teremtünk bármit, és hiszen mi csak felhasználjuk azt, amit ő több ezer évvel ezelőtt létrehozott. Ennek tükrében fogjuk megvizsgálni azt, hogy mit ír az írás Yhua birodalmáról. Menjünk vissza akkor egészen a kezdetekig, és nézzük meg újra azt, amit az előző részben már megtárgyaltunk. Ez pedig így szól egy Mózes beresít egyes fejezet. Kezdetben teremti Elohim az eget és a földet, a föld pedig kietlen és pusztavala és vala a mélység színén, és Elohim lelke lebeg vala a vizek felett. Még egyszer elmondom, ahogyan az előző részben is szó volt róla, ez a kezdetben történt. A következő, az első nap még nem történt meg. Nem véletlenül mondja azt, hogy a kezdetben teremté Elohim az eget és a földet. Az első két verszak és a harmadik között Eltelik egy bizonyos idő, amit mi nem tudunk, hogy, hogy mennyi, hiszen nem mondja el nekünk. Azért mondja, hogy kezdetben, és utána azt mondja, hogy legyen világosság, és ez az első nap. A föl, az ég és a föld teremtése és a világosság teremtése nem egy napon történt, hiszen nem így írja le egy Mózes egy. Kezdetben teremtette az eget és a földet, aztán a föld kietlen és puszta vala, vagyis lett, és sötétség uralkodott az egész helyen. Ez után kellett megteremteni a világosságot, az első napot. Még egyszer villámgyorsan, Jesi Yahoo, Ézsaiás, 45-ös fejezet, Easy to read. Mert ezt mondja, hogy a hua az örökkévaló, aki az egeket, eget teremtette, Elohim, aki a földet formálta és alkotta, de nem kietlen pusztaságnak, hanem lakóhelynek készítette. Itt pedig arról van szó, hogy a föld pedig kietlen és puszta. Itt pedig azt írja, hogy nem kietlen pusztaságnak teremtette. Érdekes az, hogy a Károliban azonban nem így fordítja, hanem úgy, hogy nem hiába teremti azt. Úgyhogy ennyit erről remélem, hogy ez segített tisztázni azokat a kérdéseket, amik felmerültek. Egyértelmű, hogy az első két verszak és a harmadik között valamennyi idő eltelik, hiszen ha nem kietlen pusztaságnak teremtette, és az valaminek történnie kellett, ez után jön az első nap, és mondá Elohim, legyen világosság, és lőn világosság. És látta Elohim, hogy a jó, jó a világosság, és elválasztja Elohim a világosságot a sötétségtől, és nevezi Elohim a világosságot nappalnak, sötétséget nevezi éjszakának, és lőn este, lőn reggel, első nap. Csak felelvenítjük azt, hogy mi történik a többi napon. És mondá Elohim, hatos vers, legyen mennyezet a víz között amely elválasztja a vizeket a vizektől. Ez ugye a menny volt a mennyezet második napon. 9. verszak. És mondá Elohim, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz és úgy lőn. Ez ugye a szárazföld és a tengerek szétválasztása. 11-es verszak. Ezután mondta Elohim, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön, és úgy lőn. Ezután ugye a növényzetet teremtette meg harmadik nap. Negyedik nap. Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek, létrehozza a naptárt és az órát. 16-os vers teremtét át Elohim a két nagy világító testet. Holdat és a napot és a csillagokat. 17- vers és helyezteti Elohim azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre. Nem a semmibe. 100 milliárd mérfölddel távolabbra, hanem az ég mennyezetére tette rá őket, hogy ott legyenek. Ez ugye a negyedik nap. Ötödik nap, és mondta Elohim, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdesenek a föld felett az ég mennyezetének színén. Ugye a madarak is az ég mennyezetén repdesnek. Az ég mennyezete nem 100 milliárd mérföldre van, ahogyan azt nekünk mondják, hanem az ég mennyezetén azokra helyezte rá a világító testeket, a madarak pedig abban röpködnek. Ezután ugye megteremtette a vízi állatokat és a madarakat, 5. nap, 6. nap pedig, 24-es fejezet. Hozzon a Föld elő! Élő állatokat nemök szerint barmokat, csúszomászó állatokat, szárazföldi vadakat nemök szerint, és úgy lőn. Illetve 26-os vers és monddá Elohim, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain az ég madarain a barmokon, mind az egész Földön és a csúszomászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremti őt férfiúvá és asszonyjá. 31-es vers, és látta Elohim, hogy minden, amit teremtett vala e igen jó, és lőn este, lőn reggel, hatodik nap. Most, hogy befejeződött a teremtés, azonban a munkának még nincsen vége. M második vers, Beresít, egy Mózes második fejezet, mikor pedig elvégezi Elohim heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá Elohim a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtő szerzett vala Elohim. Négyes vers, ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtette. Ez a hét nap foglalja össze a teremtést egy Mózes eresít egyes fejezet és a kettes, a negyedik verség. Nézzük meg akkor, hogy hogyan is uralkodik a birodalmánya, Hua, és mi az, amit megtudhatunk az írásból azoktól, akik nálunk sokkal többet tudtak erről, illetve sokkal közelebb is voltak a magához, a teremtéshez, illetve az információhoz, és valószínűleg a teremtőhöz is, mint mi. Ez jobb kilences fejezet lesz, ami így kezdődik. Felele pedig jobb, és mondta. Igaz. Jól tudom, hogy így van. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Elohimnél? Pontosan ez az a kérdés, amit mindenkinek fel kellene tenni. Hogyan is lehet az, amit mi gondolunk a világról szemben azzal, amit a teremtő maga meghatározott. Amennyiben amit mi gondolunk, nincs összhangban azzal, ami az írásban van, akkor mindenkinek el kellene gondolkoznia azon, hogy vajon miért magának ad igazat, amennyiben magának ad igazat. Hogyan is lehetne az igazság az embernél, és nem pedig a Teremtőnél. Harmadik vers így szól. Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki. Ugye erről tud elég sokat mesélni jobb, hiszen ő ezt csinálta rengeteg fejezeten át hosszan és hosszan próbált a teremtővel vitába szállni. Azonban a végén kénytelen volt elismerni, hogy egyszerűen nem tud és nem lehet igaza. Pontosan ez az alázat, illetve ez az engedelmeség az, ami a legtöbbünkből hiányzik manapság hármas, illetve négyes, bocsánat. Bölcs szívű és hatalmas erejű. Ki szegülhetne ellene, hogy épségben maradjon? Aki hegyeket mozdít tova, hogy észre veszik, és megfordítja őket haragjában. Jahua az, aki az egész birodalmát ellenőrzése alatt tartja, és azt csinál, amit akar, azonban szerintem a hatodik az, ami mindenki számára érdekes lehet, aki kirengeti helyéből a földet, úgy, hogy oszlopai megrepedeznek. Arról beszél ugye, hogy a földnek oszlopai megrepedeznek, illetve hogy a helyéből kirengeti azt haragjában a teremtő, ami a földgömbel nehéz művele. Valószínűleg mindannyian arra kellene, hogy törekedjünk, hogy elkerüljük azt, hogy felbossantsuk a teremtőt és bár türelmes, és rengeteg időt adott az emberiségnek arra, hogy megtérjen és megváltoztassa az útját. Eljön az az idő, amikor, amikor elveszíti a türelmét, és ítéletet fog mondani mindazok felett, akik a Földön élnek. Erre nagyszerű példa, jó 9-es fejezet, illetve az, hogy hogyan is uralkodik a teremtő az ő birodalmán. Első krónika 29 fejezetben. A tízes vers így szól. Hálákat ad azért Dávid Daúd Jahúának az egész gyülekezet előtt, és mondta Dávid, áldott vagy te, ó Jahúa, Izraelnek a mi atyánknak hatalmassága, öröktől fogva, mindörökké. Ugye Izrael azt mondja, hogy a mi atyánknak Izrael maga Jákob. Ezért utal rá úgy, hogy a mi atyánknak hatalmassága, ugye Ábrahám, Izsák és Jákob, az az Izrael hatalmassága. Öröktől fogva mind örökké. 11. vers. Ó, jahú, a tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt, minden valami a mennyben és a földön van a tiéd. Egyértelmű az, hogy az egyik legbölcsebb és legigazabb eh, személyiség az írásból tisztában volt azzal, hogy minden, ami a világon van, az hua tulajdona, ez az ő birodalma, ő az, aki uralkodik e felett. Erről beszél ebben a verszakban. Így folytatja, Téd ó hua, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. 12. -es. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, te uralkodol mindeneken, a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. Minden, ami a világon történik, az a teremtő tulajdona. Ez az ő birodalma, ő az, aki uralkodik, ő az, aki irányítja az egészet. Minden, ami velünk történik, azért történik, mert ő úgy akarta. Ezért fontos az, hogy az ember rátaláljon arra az alázatra, arra az engedelmességre, amelyen mindenki, akiről az írás pozitívan említést tesz, rátalált. Ugyanúgy, ahogy Jobb, ugyanúgy, ahogy D D Dávid király. Nézzük tovább! Hogy hogyan mutatja ki ezt az alázatot és ezt az engedelmességet, Dávid, 13-as, most azért, ó, mi hatalmaságunk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Tehát ők tisztában voltak a név jelentőségével, ugyanúgy, ahogy mindenki más az írás során. Mert 14-es, mert micsoda vagyok én? És micsoda az én népem? Hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, amint tettünk. Ugye arról beszél, hogy ki ő és ki ez a nép, és pedig a választott népről volt szó, Elohim saját népéről, és képesek voltak ilyen alázatot tanúsítani, ezért voltak akkor, abban az időben a, a hatalmuk és a birodalom és a világ csúcsán tulajdonképpen. Ugye arról beszél, hogy hogyan is adhattak volna ajándékot neki a teremtőnek, aki ez az egész, ahol élünk, mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked, amit ő ad, mi azokat használjuk fel. Mindazok, akik arról beszélnek, hogy hogy az ember ezt vagy azt találta ki, vagy a tudomány így, vagy úgy mennyire gyönyörű és ö, csodálatos dolgokat készít, ezeket mindet ő tette lehetővé azzal, hogy kitalált az egész rendszer. Az, aki azt gondolja, hogy a mikrohullám, az ultrahang, vagy a radar, vagy egy tenger alatt jár, olyan óriási dolog, a teremtő az egészet, ahol élünk, a semmiből teremtette. Ez az, aminek a tanúbizonyságát adja Dávid is. Elismerve azt, hogy minden, amink van, és amit használhatunk, az minden a teremtő Től van, és ő az, aki nekünk adta, ő az, aki rendelkezik az egész birodalommal. 15. vers. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként. A mi életünk napjai olyanok-e földön, mint az árnék, melyben állandóság nincsen. És Dávid itt arról beszél, saját magukat hasonlítja azokhoz a jövevényekhez, akik köztük élnek, akik új nevezett pogányok, akik hajlandóak az ő útjukon járni, ő ugyanezekhez ezekhez hasonlítja saját magát, hiszen mindannyian csak a teremtő birodalmában vagyunk, mint jövevények. Tulajdonképpen vendégek vagyunk, akiknek, akiknek alkalmazkodni kell a házigazda szabályrendszeréhez és instrukcióihoz. Pontosan úgy, mint amikor hozzánk vendégségben jön valaki, és az alkalmazkodik ahhoz, ahogyan mi élünk. Ugyanígy működik ez a Földön. Az, az, hogy az embernek szabad akarata van, és valamilyen formában felsőbbrendű a többi élőlényhez képest, az nem kellene, hogy megtévesszem minket. Csak egy dolog erről a jövevény, jövevényel kapcsolatban, 3 Mózes, 18-as fejezet, ugye, Arról beszél, hogy engedelmeskedjetek hát törvényeimnek, és tartsátok meg rendelkezéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos bűnöket, ezek a törvények egyaránt vonatkoznak Izrael népére, és a közöttetek lakó jövevényekre, akik előttetek laktak-e földön, azok bizony elkövették mindezeket az utálatos bűnöket, bemocskolták, tisztántalanná tették a földjüket. Ugye mindenki jövevény a világon, és ezért használja ezt a szót Dávid, hogy érzékeltesse azt, hogy azok, akik hozzájuk úgymond csapódtak, hozzájuk csatlakoztak, és hajlandók voltak elfogadni a torát, a teremtő instrukciót és az szerint élni, azok a jövevények részesei lettek az ő országuknak, ugyanúgy, ahogy ők, elfogadták a teremtő parancsolatait, és jövevényként a világon részesei lettek az ő családjára. Remélem, hogy ez mindenki számára ö, olyan érthető, mint amennyire fontos ez a dolog. Világgyorsan, a 27-es vers, akik előttetek laktak-e földön, azok bizony elkövették ezeket az utálatos bűnöket, és bemocskolták, tisztátalanná tették a földjüket. Amikor azt kérdezik az emberek, hogy miért ő írtott ki egy-egy népet, miért öli meg az egész, az egész nemzetségeket. Pontosan ezért. Megmondta, hogy mi a szabály, ehhez alkalmazkodik mindenki, akinek ez nem tetszik, az nem ö, tartozik az ő családjához, és az teljesen jelentéktelen számára. Pontosan úgy, mintha mint hogyha egy kutya, aki velünk él, hazahoz Valamennyi bolhát magával, azokat nem fogja szívesen látni senki a házában, mert egyszerűen nem úgy viselkednek, nem olyanok, ami, ami beleilleszkedik a házi rendbe. Pontosan így működik az emberekkel is. Ha valaki nem hajlandó elfogadni azt, amit ő mondott, az ő szabályrendszerek körül, és az alapján élni, akkor az nem szívesen láthat. Nem mindenki az ő gyermeke. Nézzük meg azt, hogy kik is valójában a teremtő gyermekei. Ha tudjuk, hogy az ő első szülött fia az első maga a megváltója, Husákha ha úgy nevezett Jézus, akkor nézzük meg, hogy ő mit mondott erről Márk 3-as fejezetben. 32-es vers. Körülötte pedig sokaság ül vala. És mondának néki, ímé a te anyád és a te testvéreid ott kün keresnek téged. Akikről ő beszéltek, azok a vérszerinti szerinti rokkonsága, akik ott várták őt. Ő pedig felelenék, hogy ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim? És visszakérdez, hogy megtudja az, hogy ki az, akikről ő beszél. Azután elnézvén körös körül, a körülötte ülőkön mondta, "Íme az én anyám és az én testvéreim. Azok, akik ott voltak körülötte, azok az első szülött fiú, testvérei azaz az atya gyermekei hiszen az ő testvérei ugyanattól az atyától származnak nézzük meg hogy mi is az a feltétel ami azzá teszi őket mert aki Elohim akaratát cselekszi az az én fi testvérem és nőtestvérem, és az én anyám az aki a mindenható akaratát cselekszi az az aki az ő gyermeke ez Zsoltárok Tehelim 113-as fejezet, amelyik e, így kezdődik. Nézzük az egészet. Dicsérjétek a huát, dicsérjétek a huának szolgái, dicsérjétek a huának nevét. Áldott legyen a neve mostantól fogva örökké. Napkelettől fogva napnyugodtig dicsértessék a neve. Ez csak azok számára, akik azt mondják, hogy a név nem fontos. Elmondta háromszor, három versen belül. Számára fontos. Az, hogy mi mit gondolunk, vagy hogy, vagy hogy mi mit tanultunk, ki mit állít, az nem is másodlagos, hanem jelentéktelen. Az a lényeg, hogy ő azt mondja, hogy dicsérjétek hogy a, hú a nevét, és az ő neve áldott legyen, és napnyugodtól, napkelettől napnyugodtig dicsértessék a neve, a név fontos számára. Azonban nézzük, hogy hogyan alakul tovább. Maga Zsoltár felmagasztaltatott a minden pogány név felett, Dicsőséget túl van az egeken. Kicsoda hasonló a huához, a mi hatalmasságunkhoz, aki a magasságban lakozik. Teljesen egyértelmű, hogy, hogy a, a korábbi korokban Egészen más felfogás uralkodott az emberek között és az emberek fejében arról, hogy mi hol is élünk. Ha mindenki, legalábbis ha egy része az embereknek képes elvonatkoztatni attól, amit mi tanultunk, amire semmiféle bizonyítékunk nincs, csak elhisszük, akkor lehet igazán megérteni azt, amit az írás megfogalmaz magáról a világról amiben élünk. Hiszen így egész más értelmet nyer az, hogy kicsoda hasonlója huához, aki a magasságban lakozik. Már csak azért is, mert az űrben nincsen magasság, csak távolság. A mi jelenlegi világképünkben abban az állítólagos univerzumban, amiben a legtöbb ember él, abban nincsen magasság, csak távolság hol lakik a teremtő, hogyha egy gömbön élünk, melyik földtekét választja, melyik az, ahol lakik, az, az alja, a teteje, az oldala, hol él, miért ott él, miért, akkor miért hanyagolja el úgymond a másikat. Persze én tudom, hogy mindenhol ott van, és, de akkor is miért mondja azt, hogy ott lakik, valahol laknia kell, kell, hogy legyen egy hely, ahol lakik. Ha van egy mennyei trón, ha van egy mennyei templom, akkor kell, hogy legyen annak egy helye, nem lehet mindenhol a föld körül. Ha ez az a magasság, ahol ő lakozik, akkor nézzünk meg csak két példát arra. Ez az egyik, ez Mati Yahu Máté ötös fejezet, ahol így ír. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd a huának tett esküdet. Arról beszél ugye, hogy ne tegyünk esküt hamisan, amit aztán megszegünk. 34-es. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek. Se az égre, mert az Elohimnek királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámaja. Se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa az. Szóval, az ég Elohim királyi széke azaz trónja, és a föld a zsámaja. Ha a föld a zsámaja, mi, micsoda zsámaja az, amely pörög, forog, meg röpül össze-vissza? Apostolok hetes fejezetben így ír. 49-es vers. A mennékem ülőszékem, ugyanúgy, ahogy Máté, se az égre, mert az Elohim királyszéke, azaz trónja, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Ugyanúgy, ahogy a megváltó mondja, se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja. Micsoda házat építhettek nékem? Ezt mondja Jahua, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta én mindezeket? Ugyanerről beszél ismét, ő az, aki uralkodik a birodalmán és irányítja. Az emberek csak használják azt, amit ő adott, amit ő teremtett. Amikor azt mondták, hogy házat építenek számára, Jeruzsálemben templomot, ő erre így reagált, hogy nem én vagyok az, aki mindezt csinálta. Ő az, aki teremtette az eget és a földet. És ez számára fontos, nem véletlenül mondja el annyiszor. Ha az ég a királyi széke, a trónja, és a föld a zsámoja, a lábának zsámoja, akkor ez nem lehet egy gömb, ami pörögforog és Repked össze-vissza. Persze, én tisztában vagyok azzal, hogy bármit meg tudna oldani a teremtő, és ő egy, egy lélek, vagy egy szellem, úgymond, mint egy spirituális lény. Ettől függetlenül nincs értelme a hasonlatnak, miért mondaná ezt a hasonlatot, mikor a zsámoly és a királyszék egyértelműen egy mozdulatlan felszínre utal, aminek van egy ég egy menny része, ami az ő királyi széke, illetve a föld, ami az ő zsámoja. Az ember pedig használja mindazokat, amiket ő rendelkezésünkre bocsátott. Ő az, aki mindezt irányítása alatt tartja. Amit ő engedélyez, az az, amit mi csinálhatunk, illetve amit az ellenség csinálhat. És az ellenség pontosan az ő akaratát hajtja végre. Az ellenség azok büntetése, akik nem hajlandók beállni a sorba és azt csinálni, amit a Teremtő akar az ő birodalmával, és amit ő meghatározott nekünk. Jelenések könyve 4-es, fejezet pedig így szól: És a királyi szék körül 24 királyi szék vala, és a királyi székekben látám ülni a 24 vénet fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák valának. Ez egy egyértelmű kép, ahol van egy trón, és a körül 24 vén ül, és aranykorona van a fejükön. Ötös vers, a királyi székből pedig villámlások, mennydörgések és szózatok jönnek ki, és 7 tűzlámpás ég a királyi szék előtt, amelyek Elohimnek hét lelke. Így néz ki egy királyszék és egy zsáma, illetve egy szék és egy zsáma. Teljesen egyértelmű, hogy hogy ahhoz, hogy egy zsáma funkcionáljon, illetve ahhoz, hogy egy királyszék funkcionáljon, ahhoz stabil felületek, illetve tárgyak szükségesek. És teljesen mindegy az, hogy hogy képzeljük el, vagy mi az, amit mi gondolunk erről, vagy hogy elfogadjuk-e ezt a verziót, ezt a teljesen mindegy, a színek, az alakzatok, stb. A lényeg egyáltalán nem ez. A lényeg maga a koncepció az, hogy vagy elfogadjuk azt, hogy ez egy lapos, mozdulatlan felület, vagy elfogadjuk azt, hogy ez egy, egy golyó, ami össze-vissza kering, meg röpül. Mit tudom én, hol. Nézzük meg akkor tovább Zsoltárok 113-as verset, ami így folytatódik aki magát megalázva tekint szét, menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Ő az, aki mindenkinek a sorsa felett rendelkezik. Az, hogy ki milyen életet él, annak hatása van arra, hogy milyen lesz az úgymond sorsa. Az, aki a mindenható útját keres és azt járja, az, az, segíti majd, és azzal együtt harcol, aki pedig nem arról elfeledkezik, és megengedi, hogy azt az utat járja, amit ő választott, és az az út az ellenségi. Az ellenség lesz az ő hatalmassága, úgymond Istene. És az egy egész más út, az a világ úgy néz ki, ahogy a mi világunk kinéz. Az emberek döntése az, ami ide juttatott mindannyiunkat, és az egyént oda, ahol van. Ha az ember hajlandó példát venni a mindenhatóra, aki magát megalázva tekint szét a és földön, és az ember alázatossággal közelít, akkor ő vele lesz, és a sorsa egész másként alakulna. Mint ahogy a legtöbb ember sorsa alakul. Utolsó, aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját nagy örömre dicsérjétek Jahuát. Jahua az, aki teremt mindent, az életet, mindenféle használati tárgyat, mindent, amit használhatunk, az annak a, az eredmény és annak köszönhető, hogy ő megteremtette az egész világot, és mindent, amit benne van. Mi csak használjuk ezeket a dolgokat. Két külön dolog valamit teremteni, és valamit előállítani abból, ami már létezik. Jobb 26-os fejezet, és a 11-es vers így szól. Ha ő haragszik, még az egek oszlopai is remegnek, fenyítésétől reszketve ingadoznak. Ereje felkorbácsolja az óceánt, majd lecsillapítja bölcsességével, lesújtja a tengeri szörnyet. A az, aki uralkodik a birodalmán, és ő az, akinek az akarata érvényesül, ha akarja az egek oszlopait, a föld oszlopait. Már olvastuk azt, hogy kimozdítja a földet a helyébről, de itt látható az is, hogy felkorbácsolja az óceánt. Mindazok a jelenségek, amiket mi tapasztalunk a világban, azok az ő akaratát tükrözik. Természetesen a technológia segítségével. Az ember is alakítani tudja az időjárást az utóbbi néhány évtizedben, azonban ez nem azt jelenti, hogy ő, illetve hát az ember nem a teremtő akaratát hajtja végre. Hiszen annak ellenére, hogy, hogy mi önkényesen befolyásoljuk az időjárást, annak ellenére ez egy büntetés, amivel saját magunkat sújtjuk tulajdonképpen, és a teremtő lehetővé teszi ezt, hiszen nem követjük, illetve az emberek többsége nem követi az ő instrukcióit, sőt egyáltalán nem is foglalkozik ő vele már. 13. vers leheletétél újra tisztán ragyog az ég, keze átszúrja a menekülő kígyót. Pedig ezek csak morzsák abból, amit Elohim tesz és tenni képes, csak suttogás, amit meghallunk szavába. De ki tudná felfogni és megérteni beszédét, mikor mennydörgése teljes erővel szól. Így vagy úgy az ő akarata teljesül, és mindazok, akik hajlandóak ezt megérteni, alázatta és engedelmességgel közelíteni és keresni az ő útját, azok meg fogják érteni. A többi pedig egész egyszerűen az ellenség félrevezet az úgynevezett tudomány és technika segítségével, természetesen az oktatás segítségével, egész távora attól, ahol lennünk kellene. És aztán mindenki csodálkozik azért, hogy miért olyan az élet a Földön, amilyen. Közben pedig, hogyha hajlandó lenne, mint egy újszülött, újszülött közelíteni az egész témához, akkor megérthetni azt, hogy egész életén át hazudtak neki. Nézzük még meg villám gyorsan azt, hogy a Károli verzió hogyan ír, ugyanúgy, jobb 26-os fejezet. Az egek oszlopai megrendülnek és düledeznek fenyegetéseitől, erejével felriasztja a tenget, bölcsességével megtöri ráhábot, lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi futó kígyót. Ímé ezek az ő útainak részei, de mély kicsin része az, amit meghallunk abból. Ám az ő hatalmának meg, mennydörgését ki érthetné meg? Nézzük meg, hogy ki az, aki megérthetné az ő hatalmának, hatalmának mennydörgését. Ugyanis jelenések könyve Higalú tízes fejezet így írt. És kiállt a nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és mikor állt a megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát és mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni. Tehát Hukanon János értette a hét mennydörgés a mindenható szavát. És az égből szózatot hallék, amely ezt mondánéken pecsételt be, amiket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írt. Tehát van, aki megérti. Most már csak az a kérdés, hogy mi hogyan lehetünk azok közt, akik értik az ő szavát, azt, amit ő kommunikál a különböző jelenségeken keresztül. És nem arra gondolok persze, hogy hogy a szél suhogását, vagy a villámokat az ember lefordítsa a mi nyelvünkre, vagy gondolatokra, sokkal inkább arra, hogy mi az amit a mindenható kommunikál az emberek felé, egyrészt az ő írásán keresztül, másrészt a különböző eseményeken keresztül, amelyek az életünkben történnek. Jelenések könyve 14-es így szó, és hallik szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájuk a hárfáznak. Ismét a mennydörgés szaváról ír, Ja, kanon János a jelenések könyvében. Jelenések könyve 19-es fejezet, 6-os vers, és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zugását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván Alleluja. Mert uralkodik Jehua ja, a mi hatalmasságunk a mindenható. Ő az, aki uralkodik az egész világon, és minden az ő hatalmát dicsőít, és minden azt bizonyítja, és így kellene az embereknek közelítenie az élethez és a világhoz, azoknak, akik meg akarják fejteni az igazságot, akik közelebb akarnak kerülni ahhoz, hogy megfejtsék, hogy mi az egész értelme, és ezáltal közelebb kerülnek hozzá a teremtőhöz, akinek a birodalmában élünk, akinek az irányítása alatt élünk. Érdekességképp erről a villámlásról, mennydörgésről annyit, hogy, hogy, maga a villámlás az a Héber szó. Ra'em, ami ugye annyit jelent szó szerint, hogy villámlás, mennydörgés, és illetve valamiféle, valamiféle zaj, zajongás. Érdekességképp még annyit, hogy maga a szó rám, ugye res, ain Mem karakterekből áll, és pár... Én nem vagyok egyáltalán a héberben otthon, csak szeretnék valamit mutatni mindazok számára, akik érdeklődnek, és akik esetleg tovább akarnak kutakodni azok használhatják egész nyugodtan. Megkeresni a, azt, hogy a szó milyen karakterekből áll, ezután pedig össze lehet rakni azt, hogy azok a karakterek mit jelentenek egyenként, és ebből megtudhatjuk azt, hogy mit jelent maga a szó csak a karakterek alapján. Ugye itt látjuk a rest, és megtalálhatjuk az aint, illetve a memet. És bár ez egy egy angol nyelvű táblázat egyszerűen ki lehet deríteni azt, hogy mi mit jelent, illetve össze, össze lehet rakni egy képet legalábbis arról, ami a szó jelentése piktografikusan. Ugye én megfordítom a Sorrendet, ez, hogy balról jobbra haladjunk, res, Iin Mem, és láthatjuk azt, hogy a res maga Ugye, amiről szó volt, a vezetőt jelenti, vagy gondolatot jelent, egy vezért, ugye, vagy Elohim, vagy Harasá a gonosz. Az Ain, ami egy szem gyakorlatilag ez, vagy spirituális képen jelenti a látást, vagy pedig egy víziót jelent figyelni, tudni valamit, vagy pedig a szó, illetve a teremtőnek a a Leg a szellem, a ruak, és a mem, ami pedig víz, ami magát a szót jelenti, a teremtőszavát, ami megtisztítja az embert, vagy vért jelent, ami megmenti meg az embert, ugye az áldozat által, vagy kérdést jelent, vagy pedig hatalmasságot, illetve káoszt. Úgyhogy ebből a háromból mindenki össze tudja magának szépen rakni, hogy vajon a, a villám szó Raham mit jelenthet, mit jelenthetett az eredetiben, és hogyan is viszonyul az a, azokhoz a versekhez, amiben megtalálható. Úgyhogy az írás egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy a legtöbb ember gondolja, hogy csak összeolvassuk a szavakat magyarul, és kitalálunk egy jelentést, hogyha ha leásunk egészen az eredeti Nyelvezethez, és megpróbáljuk a szavakat ilyen módon elemezni, akkor, akkor teljesen eltérő képet fogunk kapni arról, hogy mi is az. Illetve nem teljesen, de, de eltérő képet fogunk kapni attól, amit, amit gondolunk, hogy maga az írás közölni szeretne. De mindenképpen egy sokkal mélyebb értelmet nyer az, ami le van írva. Következőben tovább fogjuk elemezni azt, hogy mit tudhatunk meg jahú, a birodalmáról és arról, hogy hogyan is irányítja ő a világ világegyetemet, és megpróbáljuk kideríteni azt, hogy hogyan is viszonyul -e ez ahhoz a világképhez, amit tanítanak nekünk, és amit a tudomány, illetve a technológia segítségével mi úgy gondolunk, hogy megismertünk. Remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!